Jó estét kívánok! Önök a híros híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről szólnak mai híreink. 60 négyzetméteren 21 kiállítóval jelent meg Bács-Kiskun megye a 2020-ban megrendezett utazás kiállításon. A következő 10 évben az erdős területek arányát 21%-ról 27%-ra szeretné növelni a kormány hazánkban. Ismét megrongálták az Árpádvárosi játszótér mászókáját. A megújult kifutókat és a legújabb haditechnikai eszközöket és légijárműveket is bemutatták a kecskeméti MH59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Ma délelőtt Kecskeméten tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Mint kiderült, a fejlesztéseknek korán sincs vége. Egy szimulált, azaz tangóriasztás miatt emelkedtek ma levegőbe a kecskeméti Gripenek. A bevetésre igyekvő repülőket ma dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága is megtekinthette az MH59-es számú Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Bemutatták többek közt a Falcon 7X szállító és felderítő gépeket is, amelyek akár 15.500 méterig emelkedhetnek, és 11.000 kilométert képesek megtenni egyetlen tankolással. Örülök annak, hogy sort tudtunk keríteni erre a találkozóra, ahol be tudjuk mutatni a Magyar Honvédség által üzemeltetett légi járműveinket. A miniszter a légijárművekről szóló beszámolója során elmondta, a Gripenek és a nemrégiben beszerzett 2 darab Airbus A319-es csapatszállító és 2 darab Falcon 7X többfunkciós repülő mellé 16 új Airbus H145M helikopter érkezik hazánkba idén. A következő években pedig újabb 16 darab Airbus H225M közepes méretű helikoptert vásárol a Magyar Honvédség. Magyarország 2010 óta folyamatosan növeli a honvédelmi kiadásait. A 2010-es GDP-nek durván a 0,8%-át fordította akkor az ország védelmi kiadásokra. Most eredmény szemléletben elszámolva a kiadásokat ez 1,42. 2024-re fogja Magyarország elérni a GDP arányos 2%-ot, ami magasabb, mint az Európai Unió legtöbb országában. A honvédelmi költések 20%-át folyamatosan a harci eszközök fejlesztésére fordítják. Kósa Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség jó úton halad afelé, hogy 2024-ben, ha véget ér a honvédelmi fejlesztési program, akkor minden elemében megújuljon. Láthatták, hogy ezek az eszközök alkalmasak arra a feladatra, amiről mi beszéltünk. Láthatták, hogy nem csak kimondottan egy területre fókuszál az eszközök alkalmazhatósága, legyenek ezek a helikopterek, tehát nem csak a harci feladatok ellátására, nem csak felderítési feladatok, hanem kutatás, mentés és katasztrófa védelmi feladatokban is az ország rendelkezésére áll. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a harci eszközök nyíltan, nyilvánosan és egyenesen kerültek bemutatásra. Akár csak a kecskeméti repülőbázis fejlesztései. A már befejezett fejlesztéseknek köszönhetően 7 méterrel szélesebb lett a kifutópálya, és kialakítottak egy új repülőgép fordulót is. Megújultak a leszállópálya fényberendezése is. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak nagyobb méretű gépek képesek biztonságosabban landolni, de a gépekkel könnyebb felkészülni a landolásra és a felszállásra. 60 négyzetméteren 21 kiállítóval mutatkozott be Bács-Kiskun megye az idei utazás kiállításon. A turizmus legrangosabb hazai eseményén a megye idén is egységes arculattal, kifogyhatatlan élményforrással, hagyományos értékekkel és tradíciókkal jelent meg. Első évben 8, majd 16, tavaly pedig már 31 településsel díszvendégként jelent meg Bács-Kiskun megye és Kecskemét az utazás kiállításon. Idén a stafétát Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke átadta Eger és környékének, az idei díszvendégnek. Elmondta, hogy rengeteg közös tulajdonság felelhető a két területen, mint a bor, a kerékpárutak vagy a termálfürdők, mely utóbbiból Bács-Kiskun megyében található a legtöbb.
A megye idén 60 négyzetméteren 21 kiállítóval várja a látogatókat, hogy bemutassák, miért is jó ebben a megyében élni, turistaként ellátogatni. Ez a legnagyobb területű megye, a legtöbb nemzetiség ebben a megyében él, tehát mindenképpen sokarcú, sokoldalú dolgokat tudunk kínálni. Csak ugye a mai korban már ezt össze kell szervezni. Tehát senki nem, vagy nagyon kevesen teszik meg azt, hogy elmennek egy adott helyre, és ott leülnek, és várják, hogy elteljen a két napjuk, három napjuk, egy hetük. Tehát nyilván kíváncsiak a környékre, vagyis ezt össze kell foglalni, össze kell fogni, és egy közös kínálatba kell építeni. A kiállításon való megjelenéssel a megye képletesen felkerült a turizmus térképére. A négy napos rendezvényen bemutatják a terület egyedi mikroklímáját és hangulatát, ahol valódiak a tradíciók, és az ott élők hisznek a hagyományos értékekben, miközben az innováció és a modernitás a hétköznapok részét képezik. A 2020-as utazás kiállításról bővebben Kiemelő című magazin műsorunkban számolunk be. A következő 10 évben az erdős területek arányát 21%-ról 27%-ra szeretné növelni a kormány hazánkban. Ennek érdekében minden eddiginél több forrást biztosít erdősítésre. Újabb kérelmek támogatásáról döntött az Agrárminisztérium a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítés támogató pályázatának során. Az irányító hatóság eddig 1077 darab kérelem támogatásáról hozott döntést, összesen 26,3 milliárd forint értékben, ezzel közel 7400 hektár új erdő telepíthető. Mindenféle mezőgazdasági területen ha erdőt kívánunk létrehozni, tehát olyan területen, ahol eddig még nem állt erdő, tehát legyen ez kaszáló, gyep, szántóterület, akkor hívható le ez a támogatás. A Kefag ZRT jelenleg is egy talajlaboratóriumban vagyunk, részt tud venni a kivitelezési tervek kidolgozásában, itt a talajlaboratóriumi munkákban. A Kefag ZRT-hez egy átlagos évben 8-900 talajminta érkezik. Az elmúlt két hónapban azonban már 500 mintánál tartanak. Ebből is látszik, hogy sokan élnek ezzel a pályázati lehetőséggel. A szaktárca azt is kiemelte, az erdőgazdálkodás közvetlenül is megoldást kínál a klímaváltozásra. Jelentősen fontos, hogy emeljük az erdősültségünket, tehát itt a környező országokban is viszonylag magas az erdősültség, illetve hát ugye Trianonhoz kapcsolódóan annyit kell elmondani, hogy jelentősen lecsökkent az erdősültségünk, ugye 11% alá csökkent, és hát cél lenne újra föltornászni ezt az erdősültséget, véleményem szerint minél hamarabb. A cél az, hogy a következő 10 évben az erdős területek aránya 21%-ról 27%-ra nőjön. A felhívást a www.pályazat.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása folyamatosan zajlik. Ismét megrongálták az Árpádvárosi játszótér mászókáját. Az ősszel telepített játszóeszközt már kihelyezésekor összefirkálták. Most szintén grafitikkel fújkálta össze valaki. Több helyen is firkákkal rongálta meg valaki az Árpádvárosi játszótér mászókáját. Az elkövető fekete grafitikkel csúfította el a játszóeszközt több helyen is a Bagi László utcán. A közelben van térfigyelő kamera is, így akár annak felvételei is segíthetnek megtalálni a rongáló vandát. A mászókát egyébként már a hivatalos használatba vétel előtt is összefirkálta valaki. Ezek a képek még 2019. szeptember végén készültek. Akkor ezüst színű festékkel fújta össze valaki a vadi új játszóeszközt. Ezen felül mellette egy régebbi hinta állványát is összefestékezték. Ezen a héten indult el a tereprendezés az Akadémia körút Nyíri út kereszteződésében, az épülő körforgalom környezetében. Több fát is kivágtak a körút mellett, ezeket azonban pótolni fogják a beruházók. Ígéretük szerint zöldebb és rendezettebb lesz a csomópont. Sokan felfigyeltek arra az elmúlt napokban, hogy 5 platánfát vágtak ki az Akadémia körúton. Mint kiderült, a tervezett körforgalmi csomópont építése miatt volt szükség erre, ezeket a fákat azonban pótolni fogja a beruházó Verbau Parking Kft. A helyi építési szabályzat kimondja, hogy fakivágás esetén pótlásként a kivágandó fa törzs körméretének legfeljebb 40%-kal csökkentett kerületével megegyező összkerületű fát kell ültetni, a pótlandó fa típusa és helye megjelölésével szakvélemény alapján. Ahogy megtudtuk, a Verbau Parking Kft. Ezt bőven túl is teljesíti majd.
összesen 68 fát, 544 cserjét, 1844 darab talajtakaró növényt és 1740 darab díszfát ültettek a tervek szerint. A tervezésnél választaniuk kellett, hogy az idén 45 éves 1 milliómodik hektár emlékerdő peremfáit érintse a körforgalom adott sugara, vagy a túloldali növényzetet. Utóbbi mellett döntöttek, így a szakértők engedélyezett tervei alapján el kellett távolítaniuk a kijelölt fákat az Akadémia körútról. A növénytelepítési terven is látszik, hogy a kés csomópont kifejezetten zöld lesz, a jelenleginél több növényzettel, igényesebb kialakítással. Elrendelte az egyik kéztisztítószer forgalomból való kivonását az országos tiszti főorvos, mivel az nem rendelkezik a tőle elvárt fertőtlenítő hatással. A Glédiszept higién és kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum elnevezésű termék forgalomba hozatali engedélyét vonták vissza a Kecskeméti járási hivatal eljárását követően. Az országos tiszti főorvos egyúttal az érintett termékek forgalomból való kivonását is elrendelte, mivel a Gladiolus kereskedelmi és szolgáltató Kft. Által forgalmazott kéztisztító nem rendelkezik a tőle elvárt fertőtlenítő hatással, ezért annak kézfertőtlenítő szerként történő felhasználása jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent. A koronavírus miatt nagy a kereslet a kézfertőtlenítők iránt, így ennek a terméknek a hiánya tovább csökkenti a kínálatot. Mintegy 100 hátrányos helyzetű diák vett részt csütörtökön a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidő Sport Szövetségének asztali tenisz versenyén. A megmérettetés meccseit a Mercedes-Benz Sportakadémián tartották meg a Kecskeméti Spartacus Sportkör és közösségi tér segítségével. Bemelegítéssel kezdődött csütörtök délelőtt az asztali tenisz országos diákolimpia döntője a Mercedes-Benz Sportakadémián. A FODISZ, vagyis a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége versenyére 14 megyéből érkeztek fiatalok. Hátrányos helyzetű diákokról beszélünk, akik sajátos nevelési igényű diákok, tehát egy eltérő tantervű iskolákba, vagy éppen integráltan tanulnak, de egy eltérő tanterv mentén, valamint a szociális helyzetük sem éppen a legoptimálisabb, amilyen körülmények között él az ő családjuk, döntő többségüknek. A csütörtöki asztali tenisz versenyen nem csak a hátrányos helyzetű fiatalok mérték össze ügyességüket, a szervező szövetség megmérettetése egyúttal magyar utánpótlás bajnokság is az U15 és U16 korosztály számára. A megnyitón a résztvevőket Engert Jakabné alpolgármester is köszöntötte, aki elmondta, az ilyen rendezvényeken a sport szeretete mellett fontosnak tartja a verseny összetartó, közösségépítő erejét is. Egy-egy ilyen esemény az tovább lelkesíti azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódtak be, de szívesen keresik a helyüket, és adjunk teret és szemléletet formáljunk ebbe az irányba, hogy az egészséges életmód, a mozgás, az a sport szellem mellett egy nagyon fontos érték. A bajnokság meccsei párhuzamosan több asztalon zajlottak, az azonos megyéből érkező játékosokat pedig külön csoportokba osztották be. A verseny lebonyolításában a Kecskeméti Spartacus Sportkör és közösségi tér tagjai segítettek. Az Európai Unió által eredetvédetté kívánják tenni a kecskeméti kajszit a termelési hagyomány folytatói. Úgy vélik, a minősítés megszerzése kulcs lehet ahhoz, hogy a gyümölcs visszakapja gazdag múltjához méltó helyét a köztudatban. Nincs színvonalbeli eltérés a kecskeméti és a gönci kajszi barack között, utóbbi pedig már 10 éve eredetvédett. Mindez azon a szakmai találkozón hangzott el, amelyet ma a Tudomány és Művészetek Házában tartottak. Kecskemét büszke lehet kajszi barack termesztő múltjára, hangsúlyozták a szervezők ma azon a konferencián, amelyet a Tudomány és Művészetek Házában tartottak a városi és megyei értéktárban is szereplő gyümölcsről, termelőknek, termelni vágyóknak és szaktanácsadóknak. Felföldi Mihály ötletgazda elmondása szerint 62 év után ez volt az első olyan szakmai találkozó, ahol kizárólag a helyben termett kajszi barackról volt szó. Ez mutatja, mennyire elfeledtük a város gazdag barack termesztő múltját.
A 30-as években európai nagyhatalom voltunk. Szerelvényszámra vitték el a környékről a gyümölcsöt, hangsúlyozta Felföldi Mihály. Azt is elmondta, hogy a termelési hagyomány folytatói azt a célt tűzték ki, hogy legyen a kecskeméti kajszi az Európai Unió által eredetvédett. A gönci már 10 éve az, és mi semmivel nem vagyunk rosszabbak, indokolta az ötletgazda. Az ügyet a Magyar Agrár Környezetgazda Egyesület karolta fel. Kőváriné dr. Barta Ágnes elnök vezette le az eseményt, amelyen többek között a NAIC Ceglédi Kutatóintézetéből érkezett Mende Lákos beszélt a kajszinál alkalmazható művelési rendszerekről. Kitért a vízminőség kérdésére, az öntözőrendszer tudatos kialakításának fontosságára, az ültetvények sortávolságára, az engedélyekre, és még számos olyan kérdésre, amelyet a termesztés iránt érdeklődők feltennének. Kigyulladt egy üzemépület 500 négyzetméteres épületrésze Jászszent Lászlón csütörtökön hajnalban. A tűzoltók 6 vízsugárral oltották el a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt. A kigyulladt épülethez Kiskunmajsáról, Kiskunfélegyházáról, Kistelekről és Kiskunhalasról is érkeztek hivatásos tűzoltók. A lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 2 vízsugárral, 4 habosított vízsugárral és kézi szerszámok segítségével határolták körül. Az egységek egy nagyértékű munkagépet hoztak ki az épületből. A tűzesetben senki nem sérült meg. Február 28-án pénteken este 8 órakor bemutatja a Kecskeméti Televízió a Ballada a 301-es Parcella Bolondjáról című előadás tévéjátékát. A darabot, amelyet a színházban Cseke Péter rendezett, eredetileg Svajda György írta. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ballada a 301-es Parcella Bolondjáról című előadásából készült tévéjáték február 28-án pénteken este 8 órakor lesz látható a Kecskeméti Televízióban. A rendszerváltás időszakáról szóló művet október 23-án mutatta be a Kecskeméti Teátrum. A 301-es Parcella Bolondja a rendőri hivatásának csúcsán lévő ügynök, akit képességei arra ítélnek, hogy értelmi fogyatékost játszva megfigyelje az odatemettettek látogatóit. Történik mindez 3 évtizeddel a rendszerváltoztatás előtt. Egy, a mai napig is létező család sorsa elevenedik meg ebben a történetben. A helyszín, habár temetőről van szó, a mai napig egy életszerű, szakrális tér. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellája ugyanis Európa legnagyobb köztemetőjének egy olyan elkülönített része, titokszobája, ahová a közelmúlt köztörvényeseit, politikai elítéltjeit temették. Főbb szerepekben Kőszegi Ákos, Hegedűs Zoltán, Bognár Gyöngyvér, Csapó Virág, Sirkó László és Körtvélyesi Zsolt látható. A Kecskeméti Társulat március 10-én a Budapesti Nemzeti Színházban is előadja a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából a darabot. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. 60 négyzetméteren 21 kiállítóval jelent meg Bács-Kiskun megye a 2020-ban megrendezett utazás kiállításon. A turizmus legrangosabb hazai eseményén a megye idén is egységes arculattal, kifogyhatatlan élményforrással, hagyományos értékekkel és tradíciókkal jelent meg. A következő 10 évben az erdős területek arányát 21%-ról 27%-ra szeretné növelni a kormány hazánkban. Ennek érdekében minden eddiginél több forrás biztosít erdősítésre. Ismét megrongálták az Árpádvárosi játszótér mászókáját. Az ősszel telepített játszóeszközt már kihelyezésekor összefirkálták, most szintén grafitikkel fújkálta össze valaki. Ezen a héten indult el a tereprendezés az Akadémia körút Nyíri út kereszteződésében, az épülő körforgalom környezetében. Több fát is kivágtak a körút mellett, ezeket azonban pótolni fogják a beruházók. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan következik a kiemelő, amelyben megmutatjuk megyénk hagyományos értékeit, tradícióit, ugyanis ma kezdődött meg a 2020-as utazás kiállítás, amelyen Bács-Kiskun megye is részt vesz.
Vendégünk lesz Hamzáné lakó Judit, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkára, mivel megjelent az általuk elkészített Kecskemét és térsége elnevezésű applikáció. Végezetül pedig utána jártunk, mit érdemes csinálni, ha megnyerjük az ötös lottót. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híros.hu. A híros híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! Pénteken reggel még több helyen valószínű eső, havas eső, napközben azonban lassan szakadozik, csökken a felhőzet. A szél délelőtt nagy területen viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Szombaton kezdetben gyengén felhős napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és mínusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között várható. Vasárnap erősen felhős borult időre számíthatunk, sokfelé várható eső, zápor. A szél helyenként viharossá fokozódik, hajnalban 3 fokot, míg napközben 11 fokot mérhetünk majd.